Mintegy 2000 embert állított elő az orosz rendőrség, akik Alekszej Navalnij ellenzéki politikus letartóztatása ellen tüntettek szombaton. Perm Vladivostok Habarovszk, több orosz nagyváros lakói vonultak utcára. Itt a moszkvai Puskin téren már a tüntetés elején elkezdték őrizetbe venni az embereket, mondja tudósítónk. Moszkvában össze is csaptak tüntetők a rendőrökkel. Julija Navalnijt a Puskin téren vették őrizetbe, arra hivatkozva, hogy illegális tömegmegmozduláson vett részt, később szabadon engedték. Navalnij sokat tett értünk, és az életét is kockáztatta. Itt az ideje, hogy mi is tegyünk valamit érte, és hogy kifejezzük a véleményünket az orosz igazságszolgáltatásról. Vélekedik ez az asszony. Navalnij kinyomozta, akik próbálták őt megölni, és azonosította a tettesek az FSB ügynökeit. A hatóságoknak nyomozást kellett volna indítaniuk és bíróság elé állítaniuk azokat, akik megmérgezték őt, véli ez a nő. Ehelyett letartóztatták Navalnijt, ez már a cinizmus ne továbbja. A tüntetéseken több tízezren vettek részt Oroszország legnagyobb, még Európában fekvő nagyvárosaitól, a kelet-szibíriai Jakutszkig, ahol mínusz 50 fokos hideget mértek. Jövő hétvégén, valamint február 2-án is várhatóak tüntetések, amikor döntenek Navalnij sorsáról.